napot kívánok, kedves nézőink! Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Gimisz Diák Színpad. Az eseménynek a Városi Művelődési Központ adott otthont, amelyen kameránkkal mi is jelen voltunk. Magazin műsorunk további részében az egyre súlyosabbá váló parkolási gondokról is szót ejtünk, valamint arról is, hogy a jövő hétvégén számos színvonalas művészprodukciót tekinthetünk meg a Fonográf Fesztivál keretében. Tartsanak velünk az elkövetkező fél órában! Az András napi vásáron minden évben sok látogató van, sok árus és szórakoztató attrakciók. Amíg mi szórakozni és vásárolni megyünk oda, városi rendőreink vigyáznak a biztonságunkra. Predkonáním už jsou naplánované služby, takže je výkon zvýšený kvůli velké náště. A vásárt megelőzően a szolgálatokat úgy tervezzük, hogy a nagyszámú látogató miatt a városi közrend fenntartása is zavartalan legyen. Tehát, hogy minden a terveknek megfelelően működjön és rend legyen. Az András napi vásár idején sok mindenre kell figyelniük a városi rendőröknek, hogy semmi ne zavarja meg a kellemes hangulatot. Už čtvrtok s celým tým ceremoniálom začíname, musíme toto veľké parkovisko vyprázdniť. A munkánk már csütörtökön elkezdődik. Ki kell ürítenünk az erőd teljes parkolóját, hogy az árusok be tudjanak rakodni a standjaikra. Ekkor lezárjuk az egész parkolót, és ilyenkor több kollégára is szükségünk van. Ketten az árusok mozgását irányítják, ugyanakkor a városi közrendet is biztosítanunk kell. Péntekkor a reggeltől az árusok már elfoglalják a standjaikat, de ekkor már az önkormányzat munkatársai és a városi rendőrök is jelen lesznek, hogy irányítsák a vásári forgatagot. Moji kolegovia z mestskej polície vlastne usporiadavať stavbu tých predajných stánkov. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a városi rendőrök milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a korábbi évekből, mire szeretnék felhívni a figyelmünket. Arra kérném a vásár látogatóit, akik nézelődni vagy vásárolni jönnek, és természetesen az árusokat is, hogy fokozottabban ügyeljenek a táskájukra, kézipodgyászokra, az eladó pedig a pénztárgépükre, nehogy valaki ellopja a pénzüket, irataikat, vagy valami értékeset. Kár lenne érte, hiszen sokat kellett érte dolgozni. Biztonságunkat az András napi vásár ideje alatt nem csak a városi rendőrség, hanem a vásáron belül és kívül kamerák is felügyelik. Egy kamera figyeli az egész vásárteret. Ennek a kamerának viszont az egyik hátránya, hogy magasan van elhelyezve, így amikor a standok már fel vannak állítva, a kamera csak a bódék tetejét látja. De mi azért figyeljük, az egyik kollégánk a monitorokon keresztül figyeli és ráközelít, hogy a lehető legpontosabban lássa, mi történik. Korábban volt olyan, hogy a kamerának köszönhetően pontosan láttuk, hogy egy férfi hogyan lopta el a pénztárgépet az egyik árusító standnál. Így azonnal intézkedni is tudtunk. De mint már mondtam, ennek a kamerának az a hátránya, hogy túl magasan van, és csak a bódék tetejéről készít képeket. Ha szép az idő, és gyalog érkeznek az András napi vásárba, akkor természetesen nem kell aggódniuk a parkolás miatt. Viszont ha autóval érkeznek, a környező utcákban elegendő parkolóhely van. A parkolás mindenhol komoly gond, a problémát csak súlyosbítja a nemrég elfogadott törvény, mely tiltja a járdán parkolást. Az elmúlt három évben több mint 2000 autóval több lett Komáromba, és hát ugye a tér ugyanakkora, keresnünk kell a megoldásokat. Ebben több fázisban próbáljuk megtalálni azt az optimális megoldást, valahogy biztosan regulálni kell. Tehát ennyi autót nem fér el, hogy mindenki a szolgálati autókat parkolnak, olyanok, akiknek nincs itt állandó lakhelye, van olyan család, ahol 3-4 autó van, meglepődnének a komáromiak, ez már nem egy ritka jelenség. Egyrészt regulálni kell, hogy ki hol parkolhat. Szeretnénk, hogy éjszaka, hogyha megy haza egy családot, akkor tudjon parkolni, és a járdák egy nagyon érzékeny terület. Azok az autók, amelyek elfoglalják a járda egy részét, blokkolhatják a mentők és a tűzoltók közlekedését is. Több parkolóhely építése zajlik, és még zajlani is fog. Ebben az évben 300 000 eurót költöttünk erre. Elsősorban a térköves megoldást alkalmaztuk, hogy ne kelljen a mindenféle előírásokkal szűkíteni a parkolóhelyek számát, hanem lehető legjobban kihasználjuk ezt a teret.
ha esetleg esőzések vannak, itt folyik el a legjobban a víz. Ami a járdákat illeti, ahol a szélesség, a norma, tehát az előírás engedi, ott ki fogjuk jelölni, hogy hol lehet parkolni. Most több ilyen közlekedési projekt készül, és amennyiben a rendészet jóvá hagyja, ahol megengedi, és szóba került itt a Gazda utca, a Komenszki utca, a Víz utca, sok olyan hely, akkor berajzolva parkolhatnak bizonyos helyeken, és itt ezek kvázi legális parkolóhelyekké lépnek elő. Dolgozunk több gyűjtőparkolón, mondhatnám például a Komenszki utcát, ahol komolyabb probléma, de a kórház hátterében, a Tél utcában egy nagy területet visszaszereztünk, és itt egy nagy gyűjtőparkolót építünk. Ugyanúgy a hetes lakótelepen, a Víz utca szélén, a nagy belső körút, a garázsok mögött láttunk területet, ahol tudnánk olyan autókat elhelyezni, akiknek nem feltétlenül kell közvetlen a ház előtt, tehát hogy a szolgálati autóknak, másoknak is adjunk alternatívát, hogy néhány száz méter sétával alkalmazható, vagy parkolás lehetséges. A családi házas övezetekben garázsokban parkolnak az autók, a lakótelepeken pedig olyanok is parkolnak, akiknek nem Komárom az állandó lakhelyük. Ez azt jelenti, hogy ide nem kapunk érte adót, tehát amit az állam átutal, nem itt fizet szemét illetéket, holott itt szemetel, ezzel is valamit kezdeni kell. Figyelmet kapott most a mozgás korlátozottnak parkolása, azért, mert az emberek arra most reagálnak, hogy ez a rendszer szigorodik. Egy hét alatt 26 kérvényt kaptunk. Ugyanakkor maximálisan támogatni fogjuk, hogy aki valósan korlátozott a mozgásába, azt tudjon parkolni, de viszont ha bármi olyan egészségügyi probléma van, amit sajnálatos és szorítunk, hogy ez megoldódjon, de mozgásban nem korlátozza az egyént, akkor parkoljon úgy, ahogy a többiek, hiszen pár méter séta nem jelent olyan gondot. Komplex figyeljük a parkolásnak a problémáját, tehát szeretnénk olyan megoldásokat kínálni alapállásba, a családok nagy része jobban jár, tehát egy háztartás, egy autóval este tudjon a lakása közelébe parkolni, és igen, a szolgálati autóknak, furgonoknak nem a lakótelepen a helye. A komáromi belváros is nézzük, 300 méterre belvárostól ingyen van akármennyi parkolóhely, tehát ez nem ok arra, hogy esetleg ne mozogjunk, és még én mindig földobom azt a lehetőséget, hogy a kerékpár egy csodálatos közlekedési eszköz, és Komáromban nem csak ingyen van a tömegközlekedés a busz, hanem 72%-a a városnak olyan, hogy 500 méteres közelségben van elérhető autóbusz megálló. A járdán parkolást szabályozó törvényt be kell tartani, noha a legtöbb városban nem érzik azt túl gyakorlatiasnak az illetékesek sem. A városi rendőrségnek nem célja a büntetés, tehát most is elsősorban egyben az időszakban figyelmeztettünk. A legtöbb félreértés abból adódott, hogy vannak lakossági bejelentések. És a lakossági bejelentés van, akkor a rendőröknek ki kell menni, és el kell járni az ott adott ügybe, de semmiképpen nem célunk, semmiképpen nem célja a városi rendőrségnek, hogy zaklassa az embereket. Nem célunk a büntetés, de amennyiben a szomszédok, hogy valaki jelzi, akkor muszáj eljárniuk. Csillagaink című gálaműsorral ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Guinness Diák Színpad. Az eseménynek, amelyen színészi, előadó művészi pályán érvényesülő egykori gimiszesek léptek színpadra, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ adott otthont. A mára már legendássá vált gimisz 1993-ban a végzős diákok kezdeményezésére, valamint Kispéntek József, Varga Anna, a VMK akkori igazgatónője, és Ipót Barnabás, a Komáromi Magyar Gimnázium egykori igazgatója támogatásával és segítségével alakult meg. Nagyon-nagyon fontos az a tehetséggondozás, és a gimisz kapcsán erről azt hiszem, hogy beszélhetünk is, hiszen ez alatt számos tehetség került ki közülünk, akik nem feltétlenül színművészként folytatták az életük pályájukat, hanem valami olyan humán területen, ahol a magabiztosságra, ahol az akció-reakció elven, mármint a kommunikáció terén működik, itt bizony tapasztalatot tudtak szerezni. Olyan irányba is, hogy mire, hogy reagál a másik. A gimisz az fogalom volt a városban, a diákok körében, mert gimiszesnek lenni rang volt.
Volt olyan, hogy a nagymamával beszélgettem, mondom, hova megy az unokád iskolába, középiskolába, és azt mondja a farkasdiak, hogy azt mondta, kikötötte, hogy ő csak Komáromba. És miért mész Komáromba? Hát ott van a gimisz, én gimisztag akarok lenni. Úgyhogy azt hiszem, ez mindent megmagyaráz. És az mellett, hogy egy alkotó közösség volt, egy műhely volt, az mellett barátságok, meglévő barátságok erősödtek, barátságok kötődtek, illetve szerelmek szövődtek. És ami nagyon fontos a gimisznél az, hogy aki tehetséges volt, vagy színészi pályára ment, vagy rendező lett, vagy díszlettervező lett, és ez nagyon fontos. A Diákszínpad első produkciója a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról volt, azóta pedig minden évben újabb és újabb kiváló előadással lépnek a nézők elé. A gimisz három pillére, ahogy a gálán is elhangzott, a Selye János Gimnázium, az Egressy Béni VMK és a város. Én 1993-ban kerültem zöldfülű tanárként az akkori Magyar Tannyelvű Gimnáziumba, 93-ban alakult a gimisz, és nekem óriási nagy élmény volt látni az első előadást, a popfesztivált. Tehát egy fiatal tanárként, kezdő tanárként belecsöppentem ebbe a folyamatba, később igazgatóként részese is lettem, hisz 2001-től vezetem a gimnáziumot, tehát az elmúlt 30 évből 22 év az én vezetésem alatt történt. Nagyon büszkék arra, hogy dr. Ipót Barnabás, aki nekem osztályfőnököm is volt, igazgatóként elindította ezt a elképzelés, hogy legyen diákszínjátszó csoportja a gimnáziumnak. Ezért szeretném kihangsúlyozni, ez nem egy zöldmezős történet, itt egy óriási múltja van Komáromban a diákszínjátszásnak. Még anno 1681-ben mutatták be az első diákszíndarabot Komáromba. Igaz, hogy latin nyelven játszották, de ez egy 342 éves múlta visszatekintő történet, és ennek egy nagyon szép, csodálatos része a gimisz. Én büszke vagyok arra az 1500 diákra, aki az elmúlt 30 évben szerepelt a gimiszbe, büszke vagyok azokra, akik létrehozták a gimiszt, és büszke vagyok azokra, akik segítették a gimisz működését. Pont az a évfolyam voltam, aki akkor készült a szalagavatóra, amikor az első gimisz darab összejött. És elindult egy olyan sikersorozatot, ami nagyon gyorsan teltházas előadásokat hozott, rengetegszer újra játszották a darabokat, és hát távol is vitte Komárom és a gimnáziumnak a hírét. Már az első évfolyamban például a budapesti Szigetfesztiválra is eljutottak a diákok, és hát tudhatjuk azt, hogy most már szinte eseményként várjuk, hogy mi lesz ez a darab, amit bemutatnak, és hogy aztán eljussunk decemberben az első előadásokra. Természetesen ez nem csak az előadásról szól, egyrészt szól arról is, hogy van egy közösség, és van egy csapat, aki ebbe hisz. A gála és ünnepi beszédei, a diákszínpad munkáját segítő alkotóknak mondott köszönőszavak és átadott emléklapok mellett mintegy 20 egykori gimiszes lépett színpadra, akik mára elismert szín és előadó művészek. 30 év az nagyon hosszú idő, és rengeteg tehetséges ember lépett a színpadra, és mindenkinek voltak kedvencei, mindenkinek volt kedvenc előadása. És aztán végül is arra jutottunk, hogy azokat a művészeket hívjuk, akik a professzionális vonalon indultak el, tehát ők vitték tovább tulajdonképpen a hagyományokat, és ma már professzionális színészként állnak színpadokon. És első szóra, de komolyan első szóra jöttek az emberek, hogy persze, jaj de jó, úristen, már ennyi. Senki nem mondta azt, hogy nem szeretné. Meg kell említenem a zenekart, mert tényleg Dömötörede és Szalai Gábor, a billentyűs és a basszusgitáros, ők az eredeti fölállásban is zenéltek, és Ede ugyan újra kezdett zenélni, de Gábor azóta nem ült a billentyűknél, és tényleg első szóra, mert volt nekem egy ilyen ötletem, hogy mi lenne, ha megmutatnánk, hogy kezdődött, és ezt első szóra vállalták. Egy év hiány 30 éve, hogy a Diáknap, azaz november 17-e környékén véradásra buzdítja a fiatalokat, a Szlovák Vöröskereszt. A hematológiai központokban ilyenkor az esetek többségében első véradók vetik alá magukat az enyhe beavatkozásnak. A központi kampány szlogenje így szól: hozd meg a véred, és belájkol az élet. Komáromban is középiskolás csoportok szerveződnek ilyenkor. A Selye János Gimnáziumból 40 diák gyűrte le a félelmét. Az igazgató sem volt rest, nem csak elkísérte a gyerekeket, hanem neki is gyűrközött a véradásnak maga is.
Nekem 98-ban születtek a gyermekeim, akkor a feleségem szülés közben vért kapott, akkor finoman jelezték a kórházba, hogy Andrus kór illene vért adni. Nem azt mondom rendszeresen, de azóta majdnem minden évben jövök. A diákok közül a legtöbben rendszeres véradókká válnak. Ez egy óriási lehetőség, hogy fiatalokat szólítsunk meg. Minden évben szükségünk van új véradókra, mert a régi véradóink közül páran betegség miatt abba kell, hogy hagyják a véradást, így aztán nagyon fontos, hogy a fiataloknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy szükségünk van rájuk, és amennyiben egészségesek és megtehetik, segítsenek és jöjjenek vért adni. Ennek megvan a maga varázsa, hogy közösen jönnek, barátok jönnek, osztálytársak jönnek, sokkal könnyebb a stressz helyzetet kezelni. A legtöbben először voltak itt, mindnyájuk súlya többet nyom 50 kg-nál, egészségesek és elmúltak 18 évesek. Komáromban volt olyan, aki épp akkor is aznap, amikor vért adott. Ma töltöttem a 18. életévemet, és már több éve készülök arra, hogy vért szeretnék adni, és mindig azt mondogattam a barátaimnak, hogy amint 18 leszek, jövök vért adni, de nem gondoltam, hogy ennyire komolyan szó szerint be fog teljesülni. Sosem volt bennem félelem, tehát nem volt bennem az, hogy emiatt nem jönnék el, mert félek a tűtől vagy a vértől, írtózom. A diákok jelesre vizsgáztak a véradó állomáson. Azt mondják, a tea és a piskóta itt a legfinomabb, és mindenki barátságos. Nagyon kedves mindenki, nagyon rendesek, segítőkészek, gondoskodóak, szóval egy nagyon pozitív élmény. A diákok többsége azt mondja, semmiképpen nem helyes az, ha valaki nem segít annak ellenére, hogy megtehetné. Tudatosítják, hogy bármikor bárki szorulhat vérkészítményre. Ha adhatok vért, és másik az, hogy van is rá szükség, akkor miért ne? Ha tudok ezzel másoknak segíteni, és lényegében nekem, hogy mondjam, tehát lényegében semmibe se kerül. Azt a Sell János gimnázium diákja is belátták, hogy tartani nincs mitől. A hangulat itt mindig nagyon-nagyon jó, pláne, ha csapatban érkezik az ember. Először egy kicsit gondolkodtam rajta, mert többnyire azért már féltem, ugye? És aztán akik már voltak, ők mesélték, hogy egyébként nincs mitől félni, és hogy ez egy nagyon hasznos dolog, és hogy mindenképpen menjek, hogyha van már rá egy lehetőségem. Most így utána vagyok, én csak azt tudom mondani, hogy abszolút nincs mitől félni, és hogy bárki eljöhet, és mindenkinek ajánlom, és tanácsolom, hogy jöjjön. A komáromi Agell kórház véradó részlegén nagy volt a nyüzsgés, hiszen minden középiskolában szerveződött kisebb vagy nagyobb diákcsoport. A legtöbb első véradó rosszul lét nélkül tért haza innen, azzal a meggyőződéssel, hogy nem utoljára járt itt. Szabadidőközpont számos tevékenységet kínál. Többek között óvodások és iskolások számára is szervez olyan úszótanfolyamokat, amelyek révén a gyerekek erősítik egészségüket, megtanulnak mozogni a vízben és nem félni a víztől. Most éppen az iskola előtti korosztálynak az úszótanfolyamán vagyunk. Ezt az úszótanfolyamot szeptemberben és júniusban rendezzük a város óvodásai számára. Az iskola előtti kornak, mint előbb mondtam, szeptemberben kezdtük a gyerekekkel, minden héten más-más csoportot és osztályt viszünk. Egy héten keresztül vagyunk a gyerekekkel, 8 órától egészen délig, most éppen a Munka utca iskolának a bazénjában folyik ez az úszótanfolyam. A gyermekek nagyon szeretik, és ne felejtsük el, hogy a víz egy olyan közeg, amely a gyermek számára egy abszolút nyugtató és abszolút ellazító. A szabadidőközpontban egy úszóoktató dolgozik, aki a gyerekekkel foglalkozik. Mi is láttuk, hogy az óvodások a víztől való félelmüket leküzdve várták a különféle játékokat a Munka utcai általános iskola medencének vizében.
Szó szerint néhány nap alatt megtanultak úszni. Korábban Magyarországon dolgoztam úszásoktatóként, tavaly évben az igazgatónő kérésére tértem vissza városunkba, hogy itt folytassam az úszásoktatását. Az óvodáskorú gyermekeknél számunkra fontos, hogy megszeressék a vizet, és hogy kialakuljon a vízbiztonságuk. Ezt különböző játékos, vízhez szoktató módszerekkel érjük el. Egy-egy foglalkozásunk során rengeteget játszunk a gyermekekkel, mozgunk a vízben. Miután kialakult a vízbiztonságuk, ráépítjük a második szintünket, mely az úszótechnikák elsajátítását jelenti. Itt a gyermekek megtanulják a gyorsúszás, a hátúszás és a mellúszás alapjait. Ezt követi a hármas szintünk, amikor is már a biztos úszóáttudást megszerzik. Mivel Vizek városa vagyunk, ezért fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. Minél korábban megbarátkozik egy gyermek a vízzel, a későbbiekben annál könnyebb lesz neki elsajátítani az úszás alapokat. Ezért az óvodai és az iskolai úszásoktatáson túl a babaúszás is megtalálható a körkínálatunkban. A 12. Fonográf Népzenei és Világzenei Fesztivál november 22-e és 25-e között számít a figyelmükre az Egressy Béni Városi Művelődési Központban és a Rév Magyar Kultúra Házában. A szervezők nagyszabású, komoly nívót képviselő produkciókkal várják a közönséget. Kezdjük a fesztiválunkat egy Muzsikás 50 koncerttel. Muzsikás egy Kossuth díjas, Vomexnat díjas, világszerte koncertező, elismert zenekar. 50 éve muzsikálnak együtt, ez nagy dolog, hisz aki alkotó ember, az tudja, hogy nem is olyan nehéz valamit megalkotni, de aztán fenntartani egy minőségben sokkal nehezebb. Muzsikásnak ez sikerült, és örülök, hogy itt lesz. Ugye tavaly először láttunk vendégül a Győri Balettet, talán első legsikeresebb előadás volt a fesztiválon. Most Giselle Balettel jönnek, és van egy kapcsolódási pont, a Giselle Balettnek a zenéjét Lajkó Félix írta, aki már többször vendégünk volt a Fonográf Fesztiválon, én személy szerint többször játszottam vele. A Fonográfon idén először lesz klezmer muzsika, ráadásul azok prezentálják majd, akik a műfaj talán leghitelesebb képviselői. Van a legnívósabb együttes a tájainkon Budapest klezmerbent, invitálom a nézőket, hogy bátran jöjjenek, hisz egy különleges koncertet hallhatnak és láthatnak majd. A záró koncert a Lakatos 50 címet viseli. Közreműködik a gálán a Gorcs Gergely, a Belicai Kamara zenekar, az Eszencia zenekar, a Rév zenekar, Csík János, Dress Mihály és Pál István Szalonna is. Jó magam 50 éves lettem, és annyi fantasztikus muzsikussal játszottam az életembe, hogy szeretném ezt egy kicsit prezentálni a nézők és a barátaim előtt. Lesz még Jó világ van, Tükrös és Üsztürű koncert is, és hajnalig táncházak várják azokat, akik szívesen ropnák a táncot. A Hamisítatlan hangulatú klubkoncertek és táncházak, valamint a világszínvonalú nagyszínpadi produkciók szinte házhoz jönnek. Mindenkit szeretettel vár a 12. Fonográf Népzenei és Világzenei Fesztivál november 22-e és 26-a között Komáromban. Idén negyedik alkalommal szervezi meg a pedagógusoknak, szülőknek, segítő szakembereknek szóló élménykonferenciáját a Tandem, amely idén először kétnapos időtartamban valósul meg. Az előadók között olyan ismert személyiségek jelennek meg mások mellett, mint Pál Feri mentálhigiénés szakember, Mérő László matematikus, Steigerwald Krisztián generációkutató, Gyarmati Éva pszichológus. Most fejeződik be az egyik olyan projektünk, amelyben az álhírek, internetes átverések ellen próbáljuk meg felvértezni a fiatal és idősebb generáció tagjait is. És ennek jegyében fő témába kerül a biztonságos internethasználat, illetve a médiafogyasztás. Az idei konferencia kiemelt témája a médiatudatosság, az álhírekkel és adathalász becsapásokkal kapcsolatos tudásátadás, valamint a fiatalok online térben való viselkedésének a megértése lesz.
A konferencia elsősorban pedagógusoknak szól, de nagy szeretettel válunk mentálhigiénés segítőket, ifjúsággal foglalkozókat, bármilyen más területen dolgozó segítő szakembereket és szülőket is, hiszen sok olyan témánk van, ami a szülő-gyerek kapcsolatot segíti, a gyerekeink biztonságos internet használatával kapcsolatban lehet megtudni dolgokat. Szóval nagyon azon vagyunk, hogy szülőket is becsábítsuk a rendezvényre. Az Életjáték című élménykonferenciára a Tandem Egyesület szervezésében november 24-én és 25-én kerül sor. A rendezvény első napja a Danubius Multifunkciós Központban, a második pedig a Marianum Egyházi Iskola Központban zajlik majd. Tisztelt nézőink! Műsorunk végén egy jelentős sporteseményre szeretném felhívni figyelmüket. November 26-án vasárnap a Capoeira Európa bajnokság döntőit tartják 11 órai kezdettel a Városi Sportcsarnokban. Heti hír összefoglalónkat a Gimis Diák Színpad jubileumi gála műsorának részvételével zárjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva is, a viszontlátásra! Körülöttünk lévő hulladék mennyisége megállíthatatlan ütemben növekszik. Segíts te is a Reclay System szervezetnek megállítani ezt a tendenciát. Elég, ha egy kicsit másképp viselkedsz, és az irány megfordulhat. Először is ne vásárolj olyan dolgokat, amelyekre nincs szükséged. Másodszor pedig válogass szét otthon a hulladékot. Ez csak két egyszerű szabály, amelynek köszönhetően a hulladék hamarosan kevésbé jelent majd problémát. Csatlakozz a felelős emberek közösségéhez. Reclay System szervezet. A gyártók felelősségének nyomában.